Simor Péterrel abban maradtunk, hogy ő is inkább állva lesz az interjú alatt. Kényelmesebb is, meg nincs ez a kényelmetlen pozíció, hogy a vendég üldögél, a hülye műsorvezető meg áldogál, és úgy néz rá, mint egy rendőr a kihallgatottra. A mai reggeli személy Simor Péter, a pszichológus alváskutató, az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm a meghívást! Szervusz! A tudatos álmodásról még kevés szó esett. Én igazából nem is tudtam, hogy van erről szó, de aztán láttam, hogy ebben kapcsolatban van egy tanulmányatok. Mit jelent a tudatos álmodás? Nem annyira jó ez a kifejezés. Egyébként angolul lucid dreaminget használnak, talán egy picit jobb az a fordítás, hogy világos álmodás. És hát a lényege az, hogy tulajdonképpen mezei álmodás során, amikor álmodunk, akkor gyakorlatilag nem vagyunk tudatában annak, hogy ez egy álom. Tehát teljesen elfogadjuk természetesen, mintha ez a valóság lenne, nem kérdőjelezzük meg azokat az eseményeket, amelyek történnek. Esetleg néha egy picit, mintha úgy idézőjelben lennének a dolgok, de nem merülünk ebben, hogy ezt úgy tényleg hogy ennek alaposabban utána nézzünk, hogy ez most egy álom-e, vagy a valóság, és a tudatos álom esetében ez valahogy átkapcsol, hiszen bekapcsol az a kritikus gondolkodás, ami megkérdőjelezi azt, hogy ami történik, az tényleg a valóság, és az emberek ráébrednek arra, hogy hoppá, hát én miközben ezeket a furcsa dolgokat látom, vagy furcsa dolgokat csinálom, vagy akár mindennapi dolgokat sem, nem muszáj, hogy furcsa legyen, én közben fekszem az ágyban, és ezt az én elmém csinálja. Tehát, hogy olyan, mintha lenne egy ilyen kitágult tudat, vagy egy ilyen kettős tudat, hogy egyrészt érzékeljük azt, hogy a mi elménk mindenféle dolgot, ami akár meglepő is produkál, de közben azzal is tisztában vagyunk, hogy fekszünk az ágyban, és ezt mi csináljuk. És akkor vannak ilyen feketeöves tudatos álmodók, akik már jutnak arra a szintre, hogy képesek befolyásolni az álmukat, vagy hatást gyakorolni az álmukra, úgy is, hogy közben nem ébrednek föl. Ugye ez a legnehezebb, mert nagyon sokszor, amikor valaki tudatára ébred annak, hogy álmodik, akkor valójában egy idő után fölébred, és az egész átfolyik egy ilyen ébrenléti fantáziálgatásba, és az már nem olyan meglepő, mert hogy pontosan tudjuk, hogy mit fogunk elképzelni. Ugye a tudatos álmodás azért nagyon izgalmas, mert annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ezt mit csináljuk, azt nem igazán tudjuk, hogy mi fog történni. De magasabb szinten még erre is képes az ember, és hát ugye ez már nagyon ritka, de egy-két ember beszámol ilyesmiről, hogy előző este is képesek megtervezni azt, hogy miről álmodjanak, mivel foglalkozzanak az elméjük éjszaka. Velem már fordult elő az, hogy álmodtam valamit, és álmomban rájöttem, tehát hogy álmodtam valamit, tehát álom az álomban volt, fölébredtem álmomban, és aztán folytatódott az álom. Tehát erre így például emlékszem, tehát ilyen dupla csavar volt benne. Igazából amikor álmodunk, akkor ugyanúgy a mi saját agyunk produkálja ezeket a dolgokat, és hogy ez az alapanyag, amivel dolgozik, az ugyanúgy rendelkezésre áll, tehát hogy ugyanaz az alapanyag, mint ami ébren, és rendelkezésre áll, és hogyha az ember nagyon sokat foglalkozik az álmaival, meg sokat foglalkozik az álmodással, akkor születhet, vagy jöhet egy ilyen asszociáció álom közben is, hogy hát igen, van egy álom, meg erre már gondoltam. Amiben nagyon más az álombeli gondolkodás, hogy a valóság ezt nem korlátozza, hogy mire gondolunk éppen. És ezért egyik gondolatról, egyik képzetről ugrálunk a másikra, tehát hogy olyan értelemben jobban ki vagyunk szolgáltatva a saját asszociációinknak, mint mondjuk ébrenlétben, amikor ezt nem tehetjük meg. Néha megtehetjük, amikor semmi dolgunk nincsen, de akkor is kinyitjuk a szemünket, és akkor úgy látjuk, hogy jaj, mi hol is jár az agyam, hát valójában én nem tudom, nem a múltban vagyok, és, nem, és még mindig csak itt ülök a szobában, tehát hogy amikor viszont álmodunk, akkor a valóság, a külső információ, az nem szab ilyen kereteket a gondolat folyamnak, és az asszociációs folyamnak, és ezért ugye egyik helyszínről, egyik szerepből, egyik gondolatról ugrálunk a másikra. Ezért van az, hogy mondjuk egy álomba lennénk, akkor most elkezdenénk beszélgetni, és jönne nem tudom egy gondolat, és a következőben már egy cirkuszban találnánk magunkat, vagy egy következőben megmentem egy tanteremben. Azt szerint, hogy épp az asszociáció merre löki az egészet, és ahhoz illesztjük a képzeteinket. Mindenki álmodik? Úgy tűnik, hogy igen. Hát ugye ezt nehéz ebben teljesen biztosnak lenni, mert hogy abban óriási különbségek vannak, hogy az emberek mennyire emlékeznek az álmaikra, és
és vannak emberek, akik arról számolnak be, hogy hát ők szinte soha. És volt is ilyen alvás laboratóriumi vizsgálat, amelyben ébrezgették őket tényleg a megfelelő időpontban, mert ez is nagyon fontos, hogy mikor ébredünk föl az alvás mely stádiumában, és akkor se tudtak álmokról beszámolni. Ez nagyon kevés ilyen ember van. Egyébként úgy tűnik, hogy nincs látszólag semmi probléma velük, de mindig egy ilyen kérdés, ez az egész álomkutatásnak egy nagy problémája, hogy akkor most ők nem álmodnak, vagy csak nem tudják felidézni. És ezt nagyon nehéz eldönteni, de nagy valószínűséggel mindenki álmodik, és tulajdonképpen, ha mondjuk azt mondjuk, egy 7 órás alvásból körülbelül 4,5-5 órát álmodással töltünk. Ez ami nagyon érdekes, az emberek nem ugyanazt értik álom alatt, és van egy ilyen vicces módszertani szempontból is érdekes kutatás, kimutatta azt, hogy az 50-estől ugye a 70-es évekig az emberek csak REM fázisban álmodtak, és 70-es, 80-as, 90-es években meg a non-REM, az alvás nem szemmozgásos szakaszában, tehát ilyen úgynevezett mélyebb alvási szakaszokban is álombeszámolók születtek, de nem az történt, hogy ennyire gyorsan megváltozott az alvás, meg az agyunk működése, hanem csak máshogy tették fel a kérdést. Tehát annyira banális volt, hogy kutatók nem azt a kérdést tették fel, hogy mielőtt még nem tudom szólalt a hang, vagy felébresztettük volna, mit álmodott, hanem hogy mondjon el mindent, ami úgy átsuhant az elméjén. És ha így kérdesszük fel a kérdést, akkor kiderül, hogy szinte folyamatosan álmodunk, csak azt nem tartjuk álmoknak. Tehát nagyon sokszor az ember alszik, és mindenfélére gondol. Egyébként nagyon hasonló dolgokra, mint amelyekre mondjuk ébrenlétben gondolunk, amikor nincs valami feladatunk. Csak azt nem úgy éljük meg, mintha ezek álmok lennének. Tehát valahogy van egy ilyen koncepciónk arról, hogy mi az álom, az ez a színes, furcsa, akciós, érdekes dolog, de nagyon sokszor az éjszaka során arról gondolkodunk, hogy mit kell csinálnunk holnap, milyen múltbeli emlék, mi történt tegnap, mit vagyok a hálószobában, fekszem az ágyban, ez is igazából álom, mert alvás közben történik. Tehát, hogyha nagyon kiterjesztjük azt, hogy mi az álom, akkor az valójában alvás alatti gondolkodás. És akkor, nem, előbb, amikor mondtad ezt a történetet az 50-es meg a 70-esről, az jutott eszembe, hogy talán a technika fejlődése, tehát hogy sokkal több információ, vizuális információ hang éri el az embert, mint mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, tehát hogy erre gondoltam, hogy esetleg megváltozhat az alvási vagy álmodási szokásainkat. Annyiban mindenképp egyébként, hogy végeznek olyan vizsgálatokat, hogy mik a leggyakoribb álomtartalmak, és ugye a képernyő az most már az egyik leggyakoribb álomtartalom, tehát hogy mondjuk az ilyen 20 éves generáció álmában mindig ott van a mobiltelefon, tehát hogy ez egy eleme a történetnek, meg hogy ott történnek izgalmas dolgok a képernyő. Hogy történik az álomkutatás? Tehát jó napot kívánok, szívünk intézet munkatársak, mit álmodtál ma reggel? Vagy tegnap este? Ennél egy kicsit szisztematikusabb, de így is, tehát ez egy nagy kérdés, hogy csináljuk ezt a dolgot. Az egyik lehetőség az, hogy megpróbáljuk tényleg ilyen természetesen az emberek a természetes otthoni környezetükben gyűjtsenek álmokat. Akkor az nagy valószínűséggel tényleg azt fogja tükrözni, ahogy otthon álmodik, de ugye óriási a zaj, kérdés, hogy tényleg felidézi-e, közben mit gondol, és ezért vannak az úgynevezett laboratóriumi álomkísérletek, amelyek meg úgy néznek ki, hogy egy alvás laboratóriumban ilyenkor persze az agyműködést is nagyon intenzíven vizsgáljuk elektródákkal, és az alvás különböző szakaszaiban ébrezgetjük a személyeket, és akkor álombeszámolókat gyűjtünk. Ez nagyon jól kontrollált egy ilyen álombeszámoló gyűjtést, tényleg akkor azt gondolhatjuk, hogy ha ő egy álomról számol be, azt összefüggésbe hozhatjuk az előtte lévő másodpercek agyi egyes eseményeivel. A gond az, hogy a laborban mindenki a laborról álmodik. Tehát, ugye aztán azok az álombeszámolók, amiket nyerünk, azok egyetlen biztos, hogy tényleg egy ilyen megbízhatóan tükrözik azt, hogy az emberek általában álmodni szoktak, szóval arról álmodnak, hogy én a másik szobába figyelem őket, és milyen idegesítő, meg bejövök, és majd leszidom őket, meg hogy az elektródák rácsavarodtak a fejükre, szóval hogy ilyen ilyesmik, úgyhogy ez mindig egy ilyen játék, hogy valid, érvényes, a valósághoz közeli módon vizsgáljunk valamit, vagy nagyon jól kontrolláljuk, és akkor ebben van egy egyensúlyjáték. Az alváslabor az éjszakai műszak? Nem csak, vannak olyan vizsgálataink, amelyben például a délutáni alvás legjobb vizsgálunk. Imádtam. Ilyenkor általában a fő kérdés az, hogy valamilyen információ, amivel találkoztunk, valami, amit tanultunk, hogyha egy kis időt
utána, a tanulás után alvással töltünk el, akkor az segíti ezeknek a felidézését mondjuk egy ugyanannyi ideig tartó ébrenléttel szemben. Úgyhogy ezek az úgynevezett siesta kísérleteink, amelyeket mi is jobban szeretünk, mert kell virrasztani egész éjszaka, és hát ez egész sokkal rövidebb, meg nagyon érdekes dolgok történnek egy délutáni alvás alatt is. És miért beszél az ember a délutáni alvás képességét az idő előre haladtával? Én régebben ilyen nagyon jókat tudtam aludni, tehát ebédeltem fél egykor, lepihentem, és aztán hármi tudtam aludni, és most is mondjuk vasárnap vagy szombat ebéd után lepihenek, akkor 5 perc után felébredek. Tehát, és iszonyatosan mérges vagyok, és nem is a szomszédokra, akik mondjuk zajonganak, hanem hogy miért nem vagyok képes egy kis jót aludni délután, hogy a nyál így csorogjon ki a számból. Igen. Hát rossz, hogy tulajdonképpen általában véve veszítjük el az alvásra való tehetségünket, képességünket, tehát hát ilyenkor biztos a kisgyerekes szülők felháborodnának, hogy de hát az ő csecsemők pont, hogy egyáltalán nem alszik, igen, de olyan másfél-két éves korra kialakul az alvás szabályozás, és nagyon jól alszunk, egészen olyan 30 éves korunkig, amikor elkezdjük azt tapasztalni, hogy hát mi meg az elgén is látni, hogy az alvás már nem olyan mély, nem olyan igazán hatékony, és ahhoz, hogy tényleg mélyen és jól tudjunk aludni, és egy hatékonyan végfusson egy ilyen alvás ciklusához nagyon jó alvás szabályozásra van szükségünk, és ez délután sokkal nehezebb. Szóval délután sokkal több a zavaró inger, és minél idősebbek vagyunk, annál könnyebb tulajdonképpen megzavarni az alvásunkat, annál könnyebb felébreszteni minket, annál sekélyesebben alszunk, és annál nehezebben megy tulajdonképpen a külső ingereknek a kizárása. És ez délután egyébként nehezebb, ugye még világos van, zaj van, nem is vagyunk annyira fáradtak, mint mondjuk este, úgyhogy például azoknak, akik alvás panaszokban szenvednek, inszomniában kifejezetten nem tanácsos délután aludni, mert leginkább elhasználják azt az alvás nyomást, ami fel kell, hogy üljön egész nap során ahhoz, hogy éjszaka jól tudjanak aludni. Az álmainkat elsősorban mi befolyásolja? Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy az napi események, vagy a korábbi események ürülnek ki az agyunkból, és egy kicsit bevisznek mindenféle szemetet az agyunkba, aztán álmodjuk a hülyeségeket, és én például általában álmomban, vagy leggyakrabban dolgozok és betanulok. Igen, hát ez nagyon régóta izgatja a pszichológusokat, hogy tulajdonképpen mik az építő kockái az álmoknak, és úgy tűnik, hogy valóban vannak ilyen múltbeli maradványok, vagy akár nappali maradványoknak hívta egyébként Freud ezeket, illetve ezek sokszor találkoznak régmúlt emlékeket. Nagyon sok ember, amikor például egy szobában van az álmában, mindig a gyerek szobája. Tehát nagyon hiába lakik, nem tudom, 30 éve egy másik lakásban, mégis mindig a gyerekkori szobájáról álmodik. Tehát, hogy nagyon sokszor meghatározóak a régebbi emlékek is. Az viszont, hogy az álom a múltról szólna, azt már nem igazán gondoljuk. Tehát szólhat a múltról, egyes esetekben, amikor mondjuk a múlt nagyon traumatikus, vagy van valami olyan tényleg nagyon megrázó életesemény, amely visszatér, akkor valóban ilyen múlt fókuszú az álmodás, de az utóbbi kutatások eredményei sokkal inkább arra utalnak, hogy amikor ha már így ilyen időbeli dimenzióban tekintjük ezt, az álmok inkább a jövőről szólnak, az elképzelt jövőről. Mi fog történni majd? Gazdag leszek, de előfordul néha álmomban, hogy nyerek. Az jó, a gyakoribb inkább az, hogy valami fajta ilyen szerencsétlenségről, vagy mulasztásról, vagy nem tudom, késésről álmodnak az emberek, tehát hogy úgy tűnik, hogy az álmok nagyon sokszor nem annyira múltbeli eseményeknek az újra pásztázásával, letapogatásával, inkább a jövőnek a kitapogatásával foglalatoskodnak. Tehát, hogy megpróbálják szimulálni azt, hogy mi történhet majd, milyen dolgok eshetnek majd velem meg, és az is lehet, hogy ez egy fontos funkció az álmodásnak, és ez tulajdonképpen egyfajta ilyen gyakorló pályája az ébrenlétnek. Mielőtt még felébrednénk, elkezdünk felkészülni arra, hogy mi történhet majd velünk az ébrenlétben. Ja, hogy elkések a rádióból, és nem elfelejtem a műsor címét. Volt egy vizsgát egyébként, amiben a francia orvostanhallgatóknak egy nagyon fontos, nem talán anatómia vizsga előtti időszakát monitorozták alvás és álomkutatók, és hogy ez egy nagyon fontos életesemény, mert a fele megbukik, és aztán pályát kell váltani.
vagy nagyon-nagyon megszívja, hogyha megbukik, és rengetegen álmodtak a vizsgáról, illetve arról, hogy nem emlékeznek bizonyos részletekre, mondjuk a kéz fej anatómiájára, és amikor felébredtek, akkor ez segítette őket abban, hogy például azokat a részeket jobban megnézzék, illetve minél többet álmodtak a személyek a vizsgáról, egyébként annál jobb volt az eredményük, ami ugye nem jelenti azt, hogy az álmok segítettek tanulni, hanem valószínűleg azok, akik sokat foglalkoztak ezzel a jövőbeli fenyegetéssel várható eseménnyel, azoknak ez jobban beszűrődött az álmába. Tehát ugye a kérdésedre válaszolva, nem csak a múlt, hanem tulajdonképpen a jövő az, ami nagyon markánsan beleszűrődik az álmokba, az, amit várunk. És a rémálmokkal? A rémálmoknál sokszor van tényleg az, főleg ebben abban a pszichiátriai kórképben, amit poszttraumás stressz zavarnak nevezünk, amikor valamilyen nagyon felkavaró, megrázó életesemény, vagy akár egy aktuális esemény, tehát lehet ez egy abúzus, vagy természeti katasztrófa, háborús élmény, ez így visszatér a rémálmok formájában. Akkor se teljesen úgy, mint ahogy ez megtörtént, de sok esetben ugye nagyon hasonló elemekkel. Tehát ilyenkor azt lehet mondani, hogy így nagyon kísért a múlt, és hogy visszatér az ember erre. De ilyenkor se feltétlenül csak múltbeli dolgokkal foglalkozunk. Tehát nagyon gyakoriak azok a rémálmok, amelyek valamilyen fajta ilyen jövőben várható eseménnyel kapcsolatos szorongásokról szólnak. Tehát hasonlóképpen, ahogy mondjuk a pozitív, hogy gazdag leszek, mondjuk egy vágyról, ugyanúgy mondjuk valamiről, amitől az ember szorong, és azoktól a dolgoktól, amiktől szorog, azok inkább ugye a jövőben várhatók. És ilyenkor kell az embernek pszichológushoz fordulnia? Tehát álmok alapján lehet diagnosztizálni valakit? Álmok alapján nem diagnosztizálunk, ugyanakkor, hogyha valaki ettől nagyon szenved, tehát mondjuk heti, elképzeljük azt, hogy hetente egyszer vagy többször van egy olyan rémálm, amiből felébred, időnként már annyira felkavaró ez, hogy egész nap csak ezen jár az agya, és nem is szívesen alszik el, vagy úgy retteg már az elalvás előtt, hogy megint mit fog álmodni, akkor mindenképp javasolt ezzel foglalkozni, mert ezen lehet segíteni. Tehát vannak egyrészt olyan célzott terápiás módszerek, amelyek a rémálmoknak az intenzitását csökkentik. Ezek egyébként egy kicsit ilyen tudatos álomtechnikák is. Illetve hát természetesen ugye, amiről álmodunk, az a mi pszichológiai valóságunk, tehát hogy ez rólunk szól, a mi személyiségünk, a mi érzésvilágunk jelentkezik, tehát hogyha elmegy valaki pszichológushoz, akkor az álmok kapcsán nagyon sok mindenről lehet beszélni, és nagyon sok minden lehet segíteni. Zárójeles kérdés, majd kivágjuk a műsorból, mert nem etológus vagy, de hogy az állatok is álmodnak? Igen, nagy valószínűséggel. Ugye ez ugye az emberiség ilyen hiúságának, vagy narcizmusának a története, hogy mindig azt gondoljuk, hogy az állatok, tehát hogy valami van, amit még csak mi csinálunk, és az állatok nem. 70-es években még úgy tanították, hogy az állatoknak nincs tudata. Én már úgy tanultam, hogy dehogy nem van tudatos élménye. De még én úgy tanultam, hogy a 2000 körül, hogy azért van egy utolsó ilyen kis erődünk, ami csak a miénk, és ez a metakogníció, tehát az, hogy gondolkodunk a saját gondolatainkról. Most már 2010 körül jöttek olyan vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy a bizonyos madárfajoknak és főemlősöknek nagyon is van metakogníciójuk, tehát hogy hozzáférnek ahhoz az info, tehát hogy vizsgálják azt, hogy ők mennyit tudnak, tehát hogy a saját tudásukról is elkezdenek gondolkodni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye egyre több mindenről kiderül, hogy pontosan ugyanúgy csinálják az állatok is, mint mi, csak az ő valóságuknak megfelel. Egyébként volt nemrég egy nagy labban, talán Science-ben egy cikk, ami az ugrópóknak a REM-fázisát mutatta ki. Tehát ugye tudjuk, hogy az emberek, emlősök, legalábbis az emberekről tudjuk, hogy REM-fázisban nagyon intenzíven álmodunk, és ezt én is úgy tanultam, hogy a REM-fázis csak a madaraknál és az emlősöknél, tehát hogy ezt jelent meg, és úgy tűnik, hogy ilyen aktív alvás szakaszok, amelyek egyébként ezekkel a tipikus gyors számmozgásokkal társulnak, ez például az ugrópóknál is jelen van, és akkor miért kéne azt gondolnunk, hogy az ugrópóknak nincsenek álomélményei, hiszen élményei vannak, ugyanúgy él, és ugyanúgy információt dolgoz föl, ugyanúgy reagál, mozog, hogy ez miért ne jelentkezne éjszaka során, amikor nincsenek aktuális ingerek, ez miért lenne feltétlenül így. Azok, akik nem emlékeznek az álmaikra, azok jó helyzetben vannak, vagy egy kedves hallgató kérdezi, hogy 74 éves és nem emlékszik az álmaira, hogy jobb helyzetben vannak ebben? Én azt gondolom, hogy ennek nincs igazán jelentősége. Tehát nem volt olyan kutatás, ami arra utalt volna, hogy ez bármivel
hogy bármilyen negatív dologgal összefüggne feltétlenül, ez nagyon nagy egyéni eltérések vannak ebben. Ugye akkor az álmokra való emlékezés is egy tanulható képesség. Tehát vannak technikák, amelyekkel azok az emberek, akik nagyon ritkán szoktak emlékezni, szint elkezdhetnek emlékezni. És hát ilyen például az, hogy amikor felébredünk, akkor ne ugorjunk ki rögtön, most így idézőjelbe az ágyból, ne kezdjünk el rögtön csinálni dolgokat, hanem maradjunk ugyanabban a pozícióban, csukott szemmel, próbáljuk meg felidézni, hogy mi történt pár másodperccel ezelőtt. A másik, hogy az emberek, amikor elkezdenek foglalkozni az álmaikkal, alvás, illetve álomnaplót vezetni, eleinte csak leírni azt, hogy hogyan aludtak, utána leírni esetleg minden emléket, amit fel tudnak idézni, akkor szép lassan egyre több álomról szoktak beszámolni. Szóval, hogy igazából azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor egyfajta ilyen figyelmi fókusz kérdése, és azok az emberek, akik úgy ébrednek, hogy már így egyből elkezdenek azon gondolkodni, hogy mit kéne csinálni, mit fognak csinálni, és olyan nagyon hirtelen ébrednek föl, ők gyakran nem emlékeznek az álmaikra. Ugye beszéltünk arról, vagy kérdeztem, és válaszoltál is rá, hogy mik jelennek meg az álmainkban, meg a rémálmok is szóba kerültek. Ez lehet, hogy hülyeség, de hogyha az ember sokat vacsorázik, és nehezet, akkor biztos, hogy hülyeséget fog álmodni, és rosszat. Én ezt már észrevettem, hogy marha pörkölt azért az betesz. Utána minden bajom lesz álmomban. Igen, igen, de azért nem ne általánosítsunk, hogy ez csak a marha pörkölt. Jó. Nem, szóval visszatérve, hogy igazából mindenféle ilyen diszkomfort érzés az elronthatja az álmok minőségét, meg az alvás minőségét. Hogyha az ember rosszul alszik, tehát mondjuk ilyen pici hőemelkedésünk, akkor szoktuk észlelni, hogy nagyon kellemetlen az alvás, és ilyenkor az álmok is, ugye ezek a lázálmok is úgy nagyon nyomasztóak, kellemetlenek. Tehát, hogy ha az alvás sérülékeny, ami azt jelenti, hogy mondjuk vannak ilyen nagyon rövid ideig tartó pár másodpercig, vagy akár még rövid ideig tartó megébredések, és nem tudunk végigmenni egy ilyen mély alvás, illetve remfázis cikluson, mert ezt megszakítják ezek, és például hogyha nem tudom, nagyon nehezet ettünk, akkor ez könnyen előfordulhat, akkor az általában beszűrődik az álmainkba is, és inkább ilyen rosszakat, kellemetleneket álmodunk. De hát gondoljunk bele, hogy ez nincs másképp az ébrenlét, tehát amikor az embernek rettenetesen fáj a hasa, és felpuffadt, akkor általában nem a legjobb gondolatai szoktak jönni, és nem akkor érzi magát, így szellemileg sincs a toppon, hanem ilyenkor általában a gondolataink is sokkal negatívabbak. Tehát mindenfajta ilyen fiziológiai diszkomfort az hat az álmainkra is. Mit tekinthetünk a jó alvás ismérvének? Az emberek általában elég jól szokták érezni reggel, amikor felébredtek, hogy jól aludtak-e vagy sem, és utána a másik ismérve az, hogy napközben nem vagyunk aluszékonyak. Tehát, hogy igazából az alvást követő nap az, ami leméri azt, hogy az alvásunk mennyire volt hatékony. Ugye általában, akinek nem jó az alvás, az nagyon sokszor ilyen ingerlékenységre, figyelmi, koncentrációs problémákra szokott panaszkodni, úgy érzi, hogy nem úgy teljesít, mint ahogy szokott, vagy ahogy tudna teljesíteni, hogy egyszerűen, mint hogyha folyton elkalandozna, nem képes a figyelmét fenntartani. Úgyhogy ez mondjuk ez a szubjektív vagy viselkedéses szint. Ugye az alvás kutató, tehát agykutató szemmel azt mondhatjuk, hogy annál jobb az alvás, minél kevesebb a beszüremkedő ébrenlét. És ez jelenti ugye az elalvás rövidségét is, ami mondjuk ideálisan ilyen 10 percnél rövidebb. 15 se gáz, de hogyha valaki mondjuk már 35 percet, vagy 45 percet forgolódik az ágyban, mielőtt elaludna, az mindenképp egy nem túl szerencsés, nem jó alvás minőséget fog eredményezni, és utána ezeknek az alvást megszakító rövid megébredéseknek, felébredéseknek, vagy sősös esetekben akár hosszantartó hajnali ébrenléteknek a hiánya. Hogyha ez nincs, akkor az emberek általában szépen eljutnak az alvás legmélyebb szakaszába, majd ezt követi egy REM-ciklus. Akkor szoktunk legintenzívebben álmodni, majd újból mélyül az alvás. Körülbelül két ilyen ciklus után viszont már érdekes módon nincs szükségünk mély alvásra, tehát az is egy jó alvás, hogyha mély alvást az alvás első 3,5 órájában le tudjuk, és utána ez az úgynevezett luxus alvás, ami szintén nagyon fontos, ez már az, amikor legintenzívebben álmodunk, és egyébként ilyenkor az álmaink is sokkal inkább a jövőre fókuszálnak, mint a múltra, ilyenkor REM-fázisok és ilyen sekélyesebb non-REM-fázisok váltogatják egymást. Még egy nagyon fontos dolog, amit sokszor az emberek nem szoktak tudni, és jó, ha tudják, hogy az, hogy az ember nem
alszik nagyon mélyen, tehát nem zárja ki teljesen a külvilágot, az nem baj. Az alvásnak két nagyon fontos funkciója van, az egyik az, hogy kizárjuk a külvilágot, és elmerüljünk ezekben a tulajdonképpen ilyen restoratív folyamatokban, amelyek számos biológiai funkciót, az immunrendszer működését, a központi idegrendszer megfelelő működését optimalizálják, de közben az is egy fontos funkciója az alvásnak, hogy bármikor fel tudjunk ébredni. Mert hogyha teljesen lekapcsolnánk ezt a külső környezetet, akkor az egy kiszolgáltatott állapot lenne. Nem mindig aludtunk. Akkor leesünk a fáról, és megesznek a tigrisek. Hát nem mindig aludtunk kényelmes hálószobákban, ebben elsötítített környezetben, és ezért az alvásunk az tulajdonképpen időnként megszakítja saját működését, és úgy most idézőjelben félszemmel kitekintünk, hogy mi is van odakint. És ez fontos, hogy legyenek ilyen szakaszok is, amikor sérülékenyebb, ébreszthetőbb tulajdonképpen az alvásunk, mert ilyenkor ellenőrizzük le azt, hogy folytathatjuk-e egyáltalán. És aztán sokszor az a konklúzió, hogy igen, folytathatjuk, nincs odakint semmi ijesztő, nincs odakint semmi fontos, úgyhogy aludjunk tovább, de hogy időnként ezt ismételgetjük, és akkor van baj, hogyha ezek a külvilágot ellenőrző kis epizódok, ezek nagyon hosszúra nyúlnak, illetve tényleg nagyon gyakran ébredéssel zárulnak, és megszakítják teljesen az alvást. Mert nem gyakran előfordul, hogy beleasszok egy filmbe, mondjuk elkezdek 8 órakor nézni egy filmet, és aztán 10 órakor fölébredek arra, hogy most már le kell feküdni, aludni. Tehát valamiért, tehát nem az van, hogy akkor elalszom és alszom egészen, hanem az egyébként jól bevett gyakorlat, tehát hogy 10 órakor megyek és alszok, akkor az így jelenik meg. Ez inkább úgy hangzik, mint egy ilyen szendergés, tehát hogy ilyen elalvás előtti ilyen relaxáció, hogyha felébredsz belőle. Az kérdés, hogy ilyenkor mennyire alszol mélyen, abban az, nem tudom, ez egy fél óra, egy óra, egy fél óra, valószínűleg még nem igazán mélyen, és azért azt érzékeled, hogy nem ez a legkényelmesebb helyszíne az alvásnak, és akkor emiatt. De hogyha ez nem okoz gondot, akkor nincs ezzel igazán semmi probléma, mert ugye a legmélyebb alvás szakaszban az emberek egyébként egy ilyen 20 perc alatt jutnak el az elalvás után, tehát lehet, hogy ilyenkor egy picit tovább időzöl ebben a szendergés fázisában, és amikor mielőtt még mélyen elaludnál, gyorsan emlékezteted magad arra, hogy azt már ne ott csináld a tévé előtt, hanem az ágyban. És mi a helyzet a hajnali 2 és 3 közötti felébredéssel? Már van klubjuk is a hajnali 3-kor ébredőknek. Én minden éjszaka 2 óra 22 vagy 2 óra 27 perckor biztos, hogy felébredek. Ez alapvetően nem probléma, akkor jelent gondot, hogyha az ember szeretne utána visszaludni, és nem megy. Tehát, hogy ez a hajnali ébredés, az nem túl kellemes. Szóval az ember ilyenkor nincs igazán jó hangulatban, ez a hajnali fél három, ez nem az az időszak, amikor bármi érdekeset lehetne csinálni. Ilyenkor az ember vissza akar aludni, és hogyha nem tud, az tulajdonképpen egy ilyen inszomniás tünet. Ilyenkor hát két dolog okozhatja. Az egyik az, hogy nem eléggé erős az alvás nyomás, hogy végigfut mondjuk egy vagy kettő alvás ciklus, és a következőnél már nem tud visszaaludni az ember. Ilyenkor ugye azzal lehet próbálkozni, hogy ezt az alvás nyomást fokozzuk. Mi ez az alvás nyomás? Hát tulajdonképpen az ébrenlét és az aktív ébrenlét során felhalmozódó nyomásunk arra, hogy aztán ezt ledolgozzuk éjszaka alvással, leadózzuk alvással, és hát ilyenkor azt szoktuk javasolni egyébként, hogy később feküdjenek le az emberek egy picit aludni, és ezzel megnövelik ezt az alvás nyomást, és ez a hajnali ébredés akkor csak egy rövidebb ébredés lesz, vagy könnyebb lesz utána visszaaludni, hogy aztán reggeli, hajnalig, vagy kora reggelig tudjon aludni az ember. Ugye a másik fontos gyakorlat, amit ilyenkor hát nagyon nehéz megvalósítani, mert hogy az embernek nincs túl jó kedve, és tényleg csak szeretne visszaaludni, az, hogy ha nem tudunk hajnali 2-kor, fél 3-kor visszaaludni, és már 10 perce azon idegeskedünk, vagy fél órája, akkor menjünk ki az ágyból, csináljunk valamit, és amikor érezzük azt, hogy elmosodtunk, akkor menjünk csak vissza. Tehát, hogy érdemes megszakítani ezt az ördögi kört, hogy tulajdonképpen nem alszom, ezért meg ideges vagyok, és amiért mert ideges vagyok, azért nem alszom, úgyhogy ideges vagyok. Igen. Hogy ezt megszakítani, jó, már akkor most épp nem alszom, akkor legalább gyorsan elmosogatok, mert azt pont nem csináltam meg előző éjszaka, és majd ha kész vagyok, és érzem, hogy nincs kedvem tovább mosogatni, akkor visszamegy az ember aludni. Ez általában sokat szokott segíteni.
Az egyik hallgató, Ildikó, ugyanazzal a problémával küzdik, mint én. Azt írja, hogy ha úgy ébredek, hogy emlékszem az álmomra, gyakran egy óra múlva már nem. Hát ugye én is így jártam, hogy ma hajnalban felébredtem, emlékeztem rá, és még ki is támolyogtam a konyhába, felírtam egy papírlapra, hogy villamos kocsiszín, és tudom, hogy egy jó álom volt, de reggel, amikor próbáltam összeszedni, hogy mi volt az álomba, az Istennek nem sikerült felidézni, pedig el akartam mesélni. Igen, hát tulajdonképpen ez a módja annak, hogy emlékezzünk, hogy leírjuk, felidézzük. Tehát az is nagyon gyakori, hogy az ember fölébred, és még úgy érzi, hogy megvan, és aztán egyszer csak ránéz a telefonjára, és már semmire nem emlékszik. Tehát, hogy ez a leggyakoribb, hogy van egy nagyon erős úgynevezett ilyen interferencia, a valóság és az új sok információ, ami ér minket, az gyakorlatilag törli ezeknek a nagyon törékeny, tűnékeny álom emlékeknek a megszilárdulását. Hát vannak, akik például úgy alszanak, hogy rámondják éjszaka az álmukat, és akkor amint az ember elmeséli, meg felidézi, már képes lesz. És ugye akkor ez az élményünk, hogy úgy nem tudom, napközben sétálunk, utazunk a villamoson, ránézünk valamire, és akkor úgy előjön az álom. Tehát, hogy ezek tulajdonképpen valahol ott vannak, de nem tudjuk őket előhívni. És hát ugye felmerül, hogy mi lenne, ha folyamatosan emlékeznénk az összesre. Tehát képzeljük el, hogy tehát tényleg ez egy amnézia, ez a normális. 5,5 órát végig álmodunk, és emlékszünk jó esetben másfél percre. De mi lenne, ha minden reggel erre az 5,5 óra eseményre emlékeznénk, az katasztrofikus lenne. Egy idő után már nem tudnánk, hogy ami történt, az valójában egy gondolat volt, egy álom, vagy valóban megtörtént. Az álmok valóban olyan rövidek, vagy hosszú ideig tartanak? Úgy tűnik, hogy körülbelül annyi ideig tartnak, hogyha felidézünk egy álmot, az körülbelül annyi ideig tart, mint ahogy így fel tudjuk idézni, de persze hát ez egy nagyon nehéz kérdés ezt vizsgálni, mert hogy amihez hozzáférünk, azok általában töredékes beszámolók. Én szerintem vannak rövidek is, és vannak hosszabbak is, illetve nagyon sokszor az embernek van egy olyan élménye, hogy ha mondjuk nagyon komplex dologról álmodott, vagy akár ilyen életkorokon átívelő álma volt, hogy az mintha nagyon sokáig tartott volna, de az is lehet, hogy az is csak olyan, mint egy jó 5 perces videóklip, hiába nem tudom, élte át az egész életét, vagy gyerekkorát. Tehát azt gondolom, hogy egyébként hasonló hosszúságúak, mint az ébrenléti fantáziáink. És ez egy fontos dolog, hogy nem csak éjszaka álmodunk, hanem folyamatosan álmodunk. Tehát, hogy amikor nincs dolgunk, tehát még nem kell rádiós interjút adnunk, meg figyelnünk az interjú alanyra, vagy éppen nem írunk valamit, vagy olvasunk. Egyébként olvasás közben elő is fordulhat, hogyha nem túl érdekes. Az agyunk állandóan szimulál valamit, szimulálja a valóságokat. Ezt hívjuk ugye álmodozásnak, vagy mi most elmerengés kifejezést használjuk erre. Elképzeljük sokszor magunkat ilyen alternatív élethelyzetekben, akár múltbeliekben, akár jövőbeliekben, és ez pont olyan, mint az álmodás, csak egy picit tér el egyébként, illetve megszakítja általában valamilyen feladat, valamilyen teendő. De jó, tehát akkor az alváskutató az éber alvással is foglalkozik? Azt mondanánk, hogy az ébren álmodással, vagy hogy kiterjeszthetjük ezt az egész jelenséget arra, hogy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen az elménk az egy olyan gépezet, ami állandóan modellezi a valóságot, akkor is, hogyha épp azzal a valósággal semmi teendője nincsen, nagyon ritkán nem, tehát nem nagyon van olyan, hogy nem gondolunk semmire. De ez nagyon sok évig kell járni a meditációs kurzusokra, hogy ez sikerüljön, akkor is csak szerintem rövidebb ideig, mindig folyamatosan elképzelünk helyzeteket, illetve vannak állandó gondolataink, amelyek sokszor a jövőre vonatkoznak, hogy mit kell majd csinálnom, meg amikor ezt csináltam, azt hogy csináltam volna másképp, tehát hogy az agyunk az állandóan egy ilyen szimulációs állapotban van, és hát tulajdonképpen amikor alszunk, akkor ezt nem zavarja meg a valóság. Amikor ébren vagyunk, akkor megzavarja, mert ott van a realitás, és nem csináljuk ezt állandóan, de ez nagyon fárasztó egyébként, hogy ezt ne csinálj. Tehát, hogy amikor elfáradunk, mert már mondjuk nem bírunk koncentrálni valamire, akkor automatikusan ezt tapasztaljuk. Ugye ez az, amikor nem tudom, éjszaka este olvasunk mesét a gyerekünknek, és közben már valami egész máson gondolkodunk, miközben automatikusan olvasjuk a szöveget. Igen. Vagy de máshol járunk. Vagy amikor ott felejtjük magunkat a buszon, mert épp valami másra gondoltunk, és teljesen elfelejtkeztünk arra, hogy le kellett volna szállni, tehát hogy állandóan így be, azt is lehet mondani, hogy egy ilyen álmodás szüremlik be az ébrenlétbe.
De hogy ez egy természetes állapota a mi elménknek, hogy szimuláljuk a valóságot akkor is, amikor éppen nem kell aktuálisan reagálnunk, vagy figyelnünk, vagy emlékeznünk valamire. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy a középkorban állítólag két szakaszban aludtak az emberek, közte volt egy-két óra ébrenlét. Ez mi a helyzet? Teszi fel a eminens kérdést. Igen, ez most nagyon népszerű ez a téma, és elég sok dokumentum utal arra, hogy ez tényleg így volt, ami nagyon fontos, hogy ez azért is lehetett így, mert sokkal korábban feküdtek le aludni. Tehát a mesterséges világítás időszaka előtt az éjszaka az hamarabb kezdődött. Igen. Ráadásul ugye az éjszaka az egy ilyen veszélyes, fenyegető környezet volt. Tehát az emberek nem mentek ki, nem tudom, éjfélkor sétálgatni. Az veszélyes volt, úgyhogy valószínűleg sokkal hamarabb feküdtek le aludni, és végigfutott ez a mélyalvás ciklus. Ez a két mélyalvás ciklus, tehát mondjuk képzeljük el azt, hogy mondjuk 8-kor, 8:30-kor lefeküdtek aludni, és akkor ilyen 1-2 körül, lehet, hogy ugyanakkor, amikor sokan felébrednek egyébként manapság hajnalban, felébredtek, és akkor csináltak bizonyos dolgokat, tehát mindenféle másfél-két órát még tevékenykedtek, és utána visszafeküdtek még aludni, ami meg már kifejezetten az alvásnak ez a második szakasza, amit leginkább ilyen intenzíven álmodó, sekélyesebb alvás állapotokban töltünk, de úgy tűnik, hogy ez is egyébként nagyon fontos az ébrenléti, megfelelő ébrenléti működés szempontjából. Mi most ezt nem szakítjuk meg, de egyébként, ha alváslaborban nézzünk embereket, látjuk, hogy van valóban egy rövid kis megébredés azoknál is, akik ilyen baromi jó alvók, csak nagyon gyorsan visszaalszanak. A mély alvásban is álmodik az ember? A mély alvásban is álmodik, egészen mély alvásban azt lehet mondani, hogy ilyen szegényesebben, ilyen kicsit ilyen homályosabban álmodik, illetve sokkal nehezebb, ha felidézni azt, hogy mire gondolt, miről álmodott, amikor mély alvásból ébresztenek valakit, mert akkor nagyon, hát egy ilyen kicsit ilyen kómás állapotban van. De akkor is csak az álmoknak az intenzitása nem olyan élénk, illetve ez egy érdekes dolog, hogy az alvás első szakaszában, amikor sokkal több a mély alvás, az álmaink inkább foglalkoznak a múlttal, és aztán, ahogy közeledik az ébrenlét, jön inkább a felkészülés, a jövőre. De furcsa. Mit csinál az ember, amikor tényleg ez van, hogy rossz alvó? Tehát én is azért figyelem az órámat. Ma például azt mondom, hogy 62%-os volt az alvásom. Tegnap előtt 100%, tehát nem pontosan tudom, hogy mi alapján dönti el, vagy milyen algoritmus alapján alapítja meg az óra az alvásomat. Szóval, hogy kiknek kell altatót szedniük, és kiknek kéne elengedniük, és saját maguk megoldani a problémát. Igen, most nem nagyon sokan nézik az alvásokat ilyen mobil eszközökkel, ezért itt én azt javaslom első körben, hogy próbálja meg az ember először inkább csak szubjektíven megítélni az alvását, és csak aztán megnézni, hogy mit mond az okos óra. Tehát lehet, hogy amikor az óra azt mondja, hogy 62%, és szubjektíven mégis úgy érzi, hogy nagyon jól aludt, akkor az inkább egy jó alvás volt, csak ezek az eszközök még nem annyira megbízhatók, hogy tényleg az alvás minőségéről is tájékoztassanak minket. Mi volt a kérdés, hogy mit csinálja az ember? Igen. Hogyha... meg az altató. Hát ez egy elég rossz gyakorlat, hogy altatókon nagyon sokáig rajta maradnak az emberek. Tehát ha valakinek van egy olyan élethelyzet, hogy nagyon-nagyon rosszul alszik, esetleg krízisben van, olyan változás van az életében, vagy olyan esemény érte, ami miatt drámaian elromlott az alvás, és akkor lehet altatót szedni. Viszont a leg... tehát, hogy most már az eléggé... biztosnak tűnik, és ezek a legmeghatározóbb ajánlások az Európai Alvásoktatók Szövetsége például egy hónapnál, mondjuk szerintem ezt lehet két hónapnára kiterjeszteni, tovább nem javasolja az altatók szedését. Nincs igazán értelme, meg az altatókkal, már ezeket ugye folyamatosan fejlesztik, nagyon sokszor az történik, hogy az alvást segítenek elaludni, segítenek bent tartani ebben az állapotban, de az alvás mélységét például minősége. Nem segítik, a minősége nem lesz jobb. Erre nagyon sok gyakorlat van, hogy hogyan tudunk jobban aludni. Lehet, hogy ez most már nem fog beleférni a beszélgetésbe, de alapvetően az elv, hogy az ébrenlétet kell minél aktívabbá és tartalmasabbá tenni,
és ez az, ami megnöveli azt az alvásnyomást, ami segít majd átaludni, és jól átaludni az éjszakát. Ugye az alvás, az kicsit olyan, mint a táplálkozás, hogy mindenki képes rá, vagy mondjuk a mozgás, hogy mindenki képes rá, vannak ebben egyéni eltérések, van, akinek jobban megy, van, akinek rosszabbul megy, de mindenki tudja ezt javítani, tehát hogy van erre lehetőség, hogy fejlesszük az alvásunk minőségét, és gyakoroljuk a jó alvást. Nem tudom, lehet-e röviden válaszolni Zoltán kérdésére, hogy az alváskutatás tud-e segíteni a gépjárművezetőknek, hogy a mikroalvásokat elkerüljék? Igen, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye a mikroalvásokat azt értjük, amikor ezek a ébrenlétbe betörő alvásszerű állapotok már egészen hosszúak, tehát akár ilyen 3-4 másodpercre tényleg elalszik az ember. Ugye a mikroalvások is akkor vannak gyakrabban, amikor az éjszakai alvás minőség rosszabb. Tehát minél mélyebben és jobban alszunk, annál kisebb lesz a valószínűsége annak, hogy ilyen mikroalvások előfordulnak. Ugye a mikroalvások amiatt is sokszor lehetnek, hogyha az ember nem a saját ritmusa szerint alszik, és ebbe például tud segíteni az alváskutatás, hogy azt azonosítsuk, hogy melyik az az idő ablak, ami a leghatékonyabb alvást teszi lehetővé az adott személy esetében. Ugye nagy eltérések vannak abban, hogy kinek milyen a napszaki ritmusa, és sokszor, ha valaki egy nem megfelelő ilyen ritmust erőltet saját magára, tehát van egyfajta ilyen összenemillés a biológiai meg a társadalmi ritmus között, az például napközben okozhat, vagy fokozhatja ezeket a mikroalvásokat. Ugye nagyon nagy szerepe van például az egyes alvászavarok szűrésének, tehát kifejezetten sofőröknél nagyon fontos, hogyha mondjuk olyan alvászavarokban szenved a személy, amiről nem is feltétlenül tudomása, mondjuk alvási légzészavarban, ami nagyon sok éjszakai felébredést eredményez, és hogyha nem alszik az illető mellett valaki, aki szintén felébred mondjuk a horkolástól, vagy a fuldoklástól, akkor az ember nem feltétlenül tudja, hogy van ilyen panasza. Hogyha ezeket szűrik és azonosítják, és megfelelő intervenciók segítségével jobbá teszik az alvás műségét, akkor ezek az ébrenléti mikroalvások is lecsökkenhetnek. Maradt számtalan kérdés, hallgatók által feltett kérdés, meg az én fejemben is még néhány, majd legközelebb. Most nagyon szépen köszönöm Simor Péter pszichológus alváskutatónak, az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársának, docensének, hogy bejött is egy kicsit aludtunk rá egyet.